Köszöntöm nézőinket! Önök a Hévízi Televízió Helyben vagyunk című térségi adását látják augusztus 5-én csütörtökön. Tartsanak velünk! A Népművészeti Alkotóház népviseletes babavarró táborába az ország minden pontjáról érkeztek a résztvevők. Keszthelyen már 12. alkalommal szervezték meg a programot. A tábor lakói Rizskó Erzsébet vezetésével ismerkedhettek meg a babakészítés alapjaival, technikáival. Az ország több pontjáról érkeztek a babakészítők a 12. népviseleti babakészítő táborba. Molnárné Rizskó Erzsébet népiparművész segítségével ismerkedhettek meg a tábor lakói a babakészítés alapjaival, technikáival. A gyakorlott baba előállítók pedig elmélyíthették eddig megszerzett tudásukat. A harmadik éve vagyok itt Keszthelyen. Úgy kerültem ide, hogy a Hagyományok Házában találkoztunk Erzsikével, aki ott egy olyan foglalkozást tartott, hogy anyukák és lányok, persze, együtt csináltunk babát, és aztán említette ezt a lehetőséget, hogy lehetne népviseletes babát készíteni, ami nekem nagyon felkeltette a figyelmemet, mert hogy én egyébként is nagyon érdeklődök a népviseletek iránt, tehát így komplexen, és így kerültem ide 3 éve, és aztán visszajárunk, mert egy nagyon sajátos hangulata van a tábornak, és minden évben más tájegységet dolgozunk föl, ami mindenből lehet valamit tanulni. Maga a népviseleti babakészítés folyamata már hosszú idő óta foglalkoztatta eleinket is. A tevékenység mégsem népművészeti, hanem polgári eredetű. Gyakorlatilag babákat készítettek már a középkorban is arra, hogy viseletet főúri udvarokban mutassanak be egymásnak, de kifejezetten textil babákat legalábbis Magyarországon ez 1800-as évek végén készítettek, mikor Pöstjén lett az egyik fürdőközpont és nagyon kedvelt hely. Ott valaki kitalálta, hogy az asszonyokat tanítsák meg textil babákat készíteni, mert ez milyen jó ajándék. A 30-as években már voltak Magyarországon híres babakészítők, akik nemzetközi versenyeken díjat nyertek. És aztán 1945 után nagy kivetkőzés idején a házipari szövetkezetekben készítettek asszonyok babákat. Ők rendszerint nem voltak tervezők, csak végrehajtó kivitelezők, néhány nagy jelentős tervező volt, és aztán, ahogy a házipari szövetkezetek elmúltak, elmúlt tulajdonképpen ez a babakészítés is, néhány készítő van, akik jelentősebb munkát végeztek, népművészetmestere címet is kaptak. Jelen pillanatban szakirodalma nincs ennek a témának, 2 helyen folyik képzés, de ez is ilyen önkéntes alapon. Itt Keszthelyen, mondom, most már 12 éve, és ennél valamivel régebben a Kis Áron Magyar Játék Társaság karolta fel a népviseleti babakészítést. Az idei táborban galgamenti népviseletekkel ismerkedhettek a résztvevők. A 25 cm-estől egészen 50 cm-esig vartak textilbabákat a táborozók. Van neki egy köténye, azt is meg tudom mutatni. Ilyen lesz. Szóval még cipő az nincs rajta, de aztán minden egyéb megvan, majd csak össze kell rakni. A test megalkotását követően a ruházatot is teljes egészében elkészítik a helyi népviselet jellegzetességeivel a résztvevők. Most a bagi viselettel ismerkedhettek meg a táborozók. Ez egy viszonylag kurta szoknyás, bár a kurta szoknya itt azért térd alá ér, nem úgy, mint kicsit keletebbre a palócoknál. Ünnepre nagyon szeretik a maguk által hímzett gyapjú szoknyákat. Ezeket nagyon apró ráncba szedik, és a szélét rendszerint pirossal, kivéve a piros a szoknya, mert a kékkel szegik be. Az alsó szoknyáikat is pirossal szegik, és ez nagyon szép, amikor járnak, mert a sok piros csík látszik alul. Cipőt is, csizmát is viselnek, mind a kettőt. Nyáron inget, mellénnyel, bálkendővel, fehérrel vagy tarkával, és télen pedig ujjasokat hordanak. Az asszonyok természetesen fölkötött és rajta kendőt. Szepesi Tamásné Bábolnáról érkezett. Először vett részt a táboron, és egy bagi eladósorban lévő babát készített. A ruhájának a jellemzői az ingecskéje, a mellénye,
a szoknyája, ami alatt két alsó szoknya található, és egy bugyit is készítettünk, és van amelyik harisnyás, az enyém harisnyát nem volt, de cipőcskéje van, és rengeteg sok szép színes szalag van a hajában. Mennyire áll közel önhöz maga a baba készítés? Korábban is foglalkozott-e már vele, vagy csak így a tábor hozta meg az ihletet rá? Hát én óvónéni vagyok a rendes polgári foglalkozásom szerint, és sok babát vartam már, de ilyet még, amilyet Erzsike technikájával készül, ilyet még soha, és most nagyon örülök, hogy meg tudtam tanulni. Az idei táborban 15-en vettek részt, a kezdőktől egészen a már gyakorlott baba készítőkig. A tudás elsajátítása mellett a jó hangulatra is nagy hangsúlyt fektettek a táborozók. Mint megtudtuk, az aprólékos munkához kellő időre, nagy odafigyelésre, számos kellékre és természetesen ismeretre is szükség van. A nyár egyik slágere a kovászos uborka, amely nem csak finom, hanem egészséges is. A hagyományos módszerrel készült savanyúságok ugyanis jótékony hatással vannak az emésztésre, így fogyasztásukkal sok probléma megelőzhető. Most egy délzalai őstermelő mutatja meg a nagyszüleitől, szüleitől tanult praktikákat. Uborkával mindig is foglalkoztam, hisz a család kedvence. Kovászos uborkát is készített már nagyon-nagyon régóta, amit a nagymamámtól és édesanyámtól tanult recept alapján készítek el. A kovászos uborkának a lényege az, hogy először is csemege uborkából készül a kovászos uborka, és nem kígyó uborkából. Tehát a kígyó uborkát véletlenül sem szabad belerakni. A kovászos uborka, én 10 centinél nagyobb méretű uborkákat használok fel a kovászos uborkához. Ami még kell a kovászos uborkához, tehát csemege uborka, víz és só. Ez az alaprecept, amit én most szeretnék bemutatni önöknek, úgy, ahogy édesanyámtól és nagymamámtól tanultam. Tehát először is vegyünk egy 5 literes üveget. Az 5 literes duncos üveg aljába szoktam kaprot helyezni, ez is benne van az alaprecepte. Na most a kapron kívül ma már nagyon sok minden fűszert szoknak egyes emberek beletenni, fokhagymát, bors, babérlevelet és egyéb fűszereket, de az alaprecepte csak kapor van, só és víz. Körülbelül ilyen méretű borkákat veszünk, ami nagyon fontos, le kell csípni mindkét végét az uborkának. Ha ilyen kisebb méretű, akkor elég, ha csak így ketté vágom. Ha már egy nagyobb méretű uborka van, vagy egy kicsit olyan ducisabb, akkor azt beszoktam vágni ellenkezőleg is, tehát egy ilyen keresztformába. Amikor ezek az uborkák be vannak így szépen vagdosva, utána helyezzük szépen az üvegbe. Már is mutatom. Tehát kaprot az üveg aljára helyezzük, hogyha valaki szeretne fokhagymát és egyéb fűszereket, azt is javaslom, hogy ide az aljára helyezzék be, és akkor szépen egymás mellé behelyezzük az uborkákat fejjel lefelé, így szépen egymás mellé behelyezzük az üvegbe, és hip-hop, már is kész van egy egész üveggel, mikor így szépen telepakoltuk már az üvegünket, ilyen szépen sorba egymás mellé, tehát alul a kapor, akkor utána semmi más dolgunk nincs, mint ezt a felöntőlevet szépen ráöntjük. A felöntőlé készítése nagyon fontos, hogy ahány liter víz, annyi evőkanál sót használunk a felöntőlébe. Ezt fel lehet forralni, és úgy rátölteni majd az uborkára, de lehet akár hidegen is használni ki, hogyan szereti. Az erjesztéses eljárási móddal készült ételek, mint például a kovászos uborka, nagyon jótékony hatással van a szervezetünkre, az emésztésünkre legfőképpen. Ezért ajánlom mindenkinek, hogy fogyasszanak kovászos uborkát. Tehát amikor tele van az üveg, akkor már semmi más dolgunk nincs, csak is kovászolt kenyérrel dolgozunk. Igazi kovászolt kenyérrel, azt ráhelyezzük ide a tetejére szépen, ezzel, ez majd szépen fölszívja magát, ez a kenyér, ráhelyezünk egy kis tányérat, és mehet a napra, 3 napra. 3 napig így fog állni szépen a napon, utána én
kiszoktam szedni az uborkákat, leszűrni a levét, és akkor utána, amikor leülepszik egy kicsit a lé, újból rátöltöm ezt a lét, és az nagyon fontos, hogy utána vagy nagyon hűvös pincébe, vagy hűtőszekrénybe tároljuk fogyasztásig. A kovászos uborkát nem csak mint húsok mellé önmagában fogyasztjuk, hanem én kipróbáltam már azt is, hogy összeturmixoltam a kovászos uborkát a saját levével, és készítettem belőle kovászos uborka krémlevest. Nagyon-nagyon finom, próbálják ki. Talentum pódium rovatunkban ma Kepli Marcell József mond el egy tibeti népmesét. Béka és a holló, tibeti mese. Békát fogott a holló, csőrébe kapta és felrepült vele egy háztetőre. Ám, amíg letelepedett zsákmányával a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, békölcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves hollónővér, szóra sem érdemes. Csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős és roppant haragos természetű. Bizonyosan bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, és jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára. Az ereszt csatorna mellé. Pihen pár pillanatig, aztán amikor már éppen neki akart kezdeni a lakomának, észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mi nevetsz, békaöcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves hollónővér, szóra sem érdemes. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinné el szárazon, aki engem bántani merészelne. A holló most már nagyon megijedt, és elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, és a közeli kút kávájára szállt. Vele. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megint megszólalt. Amint látom, kedves hollónővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt falatozni kezdesz? Nézd csak oda, oszd azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot. A kőhöz repent, és fenni kezdte a csőrét. Ám, amint egy pillanatra hátat fordítottak útnak, a béka fejest ugrott a mély vízbe. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, mikor már jól megfente a csőrét. Visszarepent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem látta sehol. Végül alig, hanem megsejtette, hogy a béka a kútban bújt el, és kiáltozni kezdett neki. Békaöcsém, kedves békaöcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves hollónővér, képzel csak, beleestem a mély vízbe, de nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere, leértem, ha meg akarsz enni. A holló mérgesen elrepült, a béka meg lemerült a mély víz fenekére. Programokat is ajánlunk Önöknek a következő néhány nap kínálatából. Augusztus 4-én, szerdán este 8 órakor kezdődik a Hévízi Augusztusi Dallamok programsorozat első koncertje. Az est során Németh Norbert harmonika művészjátékát élvezhetjük majd a MOL Károly téren. C.
Szintén augusztus 4-én, szerdán 20 órától várják az érdeklődők egyenes diáson az Art Udvar programsorozat harmadik estjére. A résztvevők ezúttal az Azért a kis bolondságért Magyar népi pajzánságok című műsort élvezhetik majd a Fabók Mancsi Báb Színház előadásában. A rendezvény látogatása ingyenes, de a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt előzetes regisztrációhoz kötött. A Hévízi Vállalkozók Egyesülete amatőr táncversenyre invitálja a kihívást kedvelőket. A rendezvény augusztus 6-án pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik, és várhatóan 23 óráig tart majd. A versenyre regisztrálni előzetesen a hellohevis.com oldalon, illetve a táncoljhevis@gmail.com e-mail címen lehet, de személyesen a helyszínen is lehet nevezni. Szintén augusztus 6-án rendezik meg a Térzene programsorozat következő koncertjét Balatongyörökön. Ez alkalommal Szirtes Edina Mókus koncertjét élvezhetjük majd a Balatonpart közelségében este 8 órától. Augusztus 7-én szombaton kézműves szakkörre várják a kicsiket és nagyokat az Egregyi Múzeum oktatótermébe. A Játék szívvel lélekkel program első foglalkozása délelőtt 10 órakor kezdődik majd, amelyen a virágtündérkészítés trükkjeit leshetjük el. A programon való részvétel díja 1000 forint per fő. Ugyancsak augusztus 7-én szombaton 18 órától a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. A Festetics térre invitálja a kikapcsolódni vágyókat. A felállított LED falon ezúttal az Evita című filmet nézhetik meg az érdeklődők. A program ingyenesen látogatható. Tér, zene, zsongás egész augusztusban Hévízen. 11-től egészen 25-ig különböző klasszikus, akusztikus, jazz és autentikus népzene koncertekkel várja városunk az érdeklődőket a Térzene program sorozat keretében. Többek között fellép majd a Babos Piller Jazz Duo, a Hello Kids zenekar és a Full Life Duo is. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezésében ismét elérhetők a vezetett városnézősétek. Jelentkezhetünk például gasztrosétára, amely során különleges finomságokat kóstolhatunk, de bejárhatjuk Hévíz és Keszthely utcáit elektromos kerékpáron is. Az elérhető túrák részleteiről a hevis.hu oldalon tájékozódhatnak. A Keszthelyi Helikon Kastély Múzeumban kezdetét vette a tematikus nyári napok programsorozat, melynek keretében a hét minden napján különleges élményekkel várják az érdeklődőket. Hétfőnként például az állatoké a főszerep, ekkor a madárpark lakóit is megetethetjük. A programokról részletes tájékoztatást a Kastély Múzeum honlapján találhatnak. A Hévízi termelői piac heti 3 napon, kedden, csütörtökön és szombaton várja a látogatókat. A piacon környékbeli termelők portékáiból vásárolhatunk. Ízletes sajtok, sonkák, friss zöldségek és gyümölcsök tárulnak szemünk elé a piac térre lépve, de akár különleges ajándéktárgyakat is vásárolhatunk. Egy kellemes délutáni séta során érdemes megtekinteni a Hévízi Muzeális Gyűjteményt a Belvárosi Múzeumban. Itt a világon egyedülálló balneológiai és helytörténeti tárlatot tekinthetünk meg, de az Ezt láttam az ablakból, rajz- és fotópályázatra beküldött alkotásokból kiállított tárlatot is megcsodálhatjuk. Az Obori Élménypark az önarcára is mosolyt csal. A Zalaszabari Vidámparkban számos kül- és beltéri attrakcióval várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Csúszdázhatunk például hófánkon és csónakon is, de Magyarország egyetlen hullámvasútját is itt találjuk. Az elérhető attrakciókról az Élménypark honlapján tájékozódhatnak.
az Orvosi Intézet Doktor című egészségügyi beszélgetés sorozatában. Ezúttal a mellkasi fájdalmak lesz a téma. Elmondjuk, mikor forduljunk orvoshoz, és mire figyeljünk oda a fájdalom kapcsán. Csak a szív fájhat-e a mellkasban, vagy egyéb oka is lehet a panaszoknak? Ezekre adunk most választ. A doktor. Mellkasi fájdalmak. Köszöntöm Önöket! Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója, akit arról kérdezek, hogy a mellkasi fájdalmat mikortól kell komolyan venni. Ugye nagyon sokan, hogyha mellkasi fájdalmat éreznek, azt mondják, hogy ó, ez csak reflux. Honnan lehet tudni, hogy kardiológiai okai vannak a mellkasi fájdalomnak, vagy valami más? Az a helyzet, és ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy mindennek első körben az interneten próbálunk utána bogarászni. Az internetről alapvetően bebizonyosodott, hogy az esetek 50%-ában a fals válasz. Na most, hogyha lenne olyan kollega, aki az esetek 50%-ában téved, azzal el lehet képzelni, mi történik utána. Tehát ez egy nagyon nagy tévedési arány, de mégis az emberek, mint tanácsadó szervet használják egyébként az internetet, és sajnos a mellkasi panaszoknál is nagyon sokszor eljutunk oda, hogy hát ez biztos valami olyasmi dolog, amivel igazándiból nem is kell foglalkozni, és akkor már megoldódik magától. Meg volt a szomszédasszonynak is, meg volt az unokaöcsémnek is, és semmi baja nem volt. És nekik semmi bajuk nem volt, igaz, hogy ők nem voltak cukorbetegek, nem dohányoztak, és nem voltak elhízottak, de nekik biztos, hogy más volt a mellkasi panaszuk hátterében, és nekem se lesz semmi bajom vele. Ha ugye a kérdés az volt, hogy mikortól vegyük komolyan a mellkasi fájdalmat, az elejétől fogva. Uh-huh. Tehát ott nincs olyan lehetőség, hogyha valakinek visszatérő mellkasi panaszai vannak, mellkasi fájdalma van, akkor azt ne vizsgáltatná ki. Tudnélik, alapvetően, hogy a mellkasunkban, hát mondjuk, hogy nem játékszervek fordulnak elő, tehát ott azért elég komoly munkát végző szerv van, és ezeknek bármelyike tud olyan panaszokat okozni, tud olyan működési zavart szenvedni, ami életveszélyes tud lenni. Tehát alapvetően azért kell átnézni ezt az egészet, mert potenciálisan, ezt ki lehet mondani, életveszélyben van az, akinek mellkasi panaszai vannak. Mi a mellkasi fájdalom pontosan? Hogy kell elképzelni? Tehát akkor kicsit így kihagy az ember szíve, picit így beszorít, egy időjárásváltozáskor az már mellkasi fájdalom? Hát, hogyha időjárásváltozáson mellkasi panaszaink vannak, főleg, hogyha hidegfront betörésnél mellkasi panaszaink vannak, akkor mindenféleképpen kardiológushoz el kell menni, az az első. Szeretnék egy időpontot kérni akkor ezzel a lendülettel. Az a helyzet, hogy ugye van egy kizárási sorrend, ahogy az embernek ezen végig kell menni, és nyilván először a létfontosságú szervek jönnek sorra. Na most otthon azért keveseknek van mondjuk EKG-juk, keveseknek van laborjuk, keveseknek van szívútrahangjuk, hogy megnézzék azt, hogy a szívükkel mi van. Nem nagyon szoktak mondjuk diagnosztikus céllal futópadra állni, mert nem tudják otthon eldönteni igazán azt nagy biztonsággal, hogy ez valóban idézőjelbe téve csak egy reflux, csak ott tényleg nagyon idézőjelbe kell tenni, mert a reflux is lehet olyan súlyos, hogy az illetőt, aki ettől szemben az őrületbe kergeti, de alapvetően el lehet gondolkodni otthon, hogy mi a baj, tehát hogy a mellkasi fájdalmam az függ-e időjárásváltozástól, függ-e napszaktól, függ-e testhelyzetváltozástól, függ-e étkezéstől, merrefele sugárzik, mozgással provokálható-e vagy nem. Ezek olyan dolgok, amiket át lehet otthon gondolni, és az ember el tudja valahogy helyezni a saját mellkasi fájdalmát, de hát azért mégiscsak a pontos diagnosztika az nem otthon zajlik ilyenkor, és nem is szabad, hogy otthon menjen ilyenkor, mert hangsúlyozom még egyszer, létfontosságú szervekkel lévő probléma életveszélyhez vezet. Hát ezt mindenképpen ki kell vizsgálni. Hát kardiológushoz kell fordulni akkor a mellkasi fájdalommal első körben. Így van, én úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy a szív eredetét kizárjuk ennek az egésznek. Ehhez nem feltétlenül kell mindig egyébként belemenős vizsgálatokat végezni, de mondjuk a kardiológus az pontosan tudja, hogy a mellkasi fájdalomnál mik azok a kiegészítő kis nüanszok, tünetek, amik kigyújtanak mindenféle piros lámpákat, ki az, akit tovább kell vizsgálni, és ki az, akit nem. Hova tovább, hogyha a kardiológushoz elmegyünk, az fel fogja térképezni azt az utat, amit mi eddig bejártunk, és hogyha azon az úton lépdelünk, ami egyébként mondjuk koszorúérbetegséghez tudna vezetni, akkor ki fogja vizsgálni az illető a koszorúérbetegségünket, míg hogyha az illető mondjuk mindenféle rizikófaktor mentesen, mondjuk 22 évesen bemegy a kardiológushoz, két kérdésből kiderülhet az, hogy a szívének valószínűleg semmi baja nincsen, hanem más irányba kell menni. De ott nyitunk valóban, az az első. Mit gondol doktor úr arról, hogyha valaki úgy megy el egy ilyen kivizsgálásra, hogy nincsen konkrét panasza, csak az életvitele, az életformája miatt úgy gondolja, hogy időről időre érdemes ezeket a vizsgálásokat
vizsgálatokat elvégezni. Ez hipohondria, vagy ez indokolt? Hipohondria, hogyha ezt két hetente tesszük. Tehát azért annak is vannak fokozatai. Nem hipohondria, ugye, hogyha ha azt nézzük, hogy a mellkasi fájdalmak közül messze a legsúlyosabb egyébként a szíveredet lehet, ott azért vannak olyan együttállások, amikre érdemes figyelni. Tehát hány éves az illető, milyen szokásai, káros szokásai vannak, dohányzik, vagy nem, elhízott, vagy nem, cukorbeteg, vagy nem, van-e magas vérnyomása, vagy nem, van-e magasabb koleszterin szintje, vagy nem. Ezek mind olyan kis építőkockák, amikből egy érrendszeri betegség, egy koszorúérbetegség össze tud állni. A családi halmozódást is érdemes ilyenkor figyelni? Tehát, hogyha valaki tudja, hogy valamelyik felmenőjének volt érrendszeri problémája, akkor ő járjon rendszeresen kivizsgálásra. Természetesen a családi halmozódás az megfigyelhető, és sajnos egyébként azokat a viselkedés formákat is családilag halmozzuk, amik ilyen esetben nagyon nem tesznek jót. Tehát hogyha... nem is a genetika lenne annyira rossz, hanem az a viselkedési mód, az étkezés, a dohányzás, az italozás, ami kiváltja. Apuka, anyuka dohányzott, akkor a gyerek is valószínűleg fog. Átmenetileg legalábbis biztos. Ha nem is aktívan, akkor meg passzívan, és sajnos ez egy elég durva rizikófaktora ennek az egésznek. Tehát lényeg az, hogy át kell nézni ilyenkor rendesen azt, hogy mi az, ami fáj. Most itt nyilván azért, hogyha kardiológián túl vagyunk, akkor jönnek a mellkasban lévő nagyerek, a mellkasban lévő légzőszervek, amik még tudnak ilyenkor fájni, mozgásszervek, amik még ilyenkor tudnak fájni, tehát fájhat a gerinc, fájhatnak a bordák, fájhatnak a bordaközök, fájhat a rekeszizomnak a tapadása a mellkason belül. Ezeket mind érdemes végignézni, és hát azt hiszem, hogy nem nagy csoda, ha kimondom azt, hogy azért orvosi végzettség és gyakorlat kell ahhoz, hogy ezt az ember át tudja szépen gondolni és nézni. Tehát ez nem otthoni diagnózis sohasem. Tehát ne otthon tanakodjunk, és böngészjük a fórumokat, kérdezzük meg a szomszédasszonyt és annak az unokatestvérét, hanem menjünk el szakorvoshoz, mert mégiscsak annak ez a munkája, hogy kiderítse. Azzal a kitétellel, hogyha a szomszédasszony kardiológus, akkor megkérdezhetjük őt is. Ez egy csodás végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Végezetül a Balasport magazinjával a térség közelmúltbeli sportos eseményeire tekintünk ki. Mára ezzel búcsúzunk, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A júliusi kánikula sem szegte kedvét a mozgás szerelmeseinek. Köszöntöm a Mapei Balasport magazin nézőit. Mai műsorunkban mi máshoz is, mint az olimpiai játékokhoz igazodva választottuk ki képes beszámolóinkat. Nézzük a mai kínálatot. Élményúszás a Balatonnál 6-szor csobbantak a bui kikötő úszás próbázói Balatonfenyvesen. Az olimpia jegyében a hévízi tóban klimatizálódott Rasovszky Kristóf nyíltvízi úszó. Futónap a Lovasparknál, olimpiai 5 próba pontgyűjtés a Mapei Edur és családi terep futónapon. Harca hullámokkal Zamárdi és Tihany között lapátoltak az átevezésen. Strandröpi csaták az északi parton, újra mesterverseny volt a Diási homokon. Genes Diás adhatott otthont az MKB Pannonia strandröplabda magyar bajnokság második fordulójának. A felnőttek mesterversenye mellett az utánpótlás korosztályoknak is rendeztek viadalokat. Kemény játékkal méltó ellenfele volt a címvédő párosnak a Fazekas Balázs és Hubicska Patrik dúó a férfi döntőben. A selejtezőből meglepetésként feljutó páros kiélezett küzdelmet folytatott az OB első fordulójában is diadalmaskodó Hajós Artúr Stréli Bence kettőssel. Az első szedben 20-20-as állásnál Hubicskának egy vetődés során elég komolyan megsérült a combfeszítő izma, így nem is tudta folytatni a találkozót. Hajós és Stréli a tatai fordulót követően így Genes Diáson is aranyérmet szerzett. Úgy érzem, hogy volt itt még akár egy-két nagyon jó szed benne lett volna még ebbe a meccsbe, amit mi is nagyon élveztünk volna, az ellenfél is, és valószínűleg a közönség is, és a tévénézők is, úgyhogy nagyon-nagyon szomorúak vagyunk, hogy így lett vége, ez a legrosszabb, ami történhetett.
A hölgyek fináléjában a rutinos szombathelyi Szandra és Villám Lilla párosnak két ifjú tehetséggel, Vasvári Zsófiával és Vecsei Fannival kellett megküzdenie. Az U20-as Európa-bajnokságra készülő fiatalok végül szett hátrányból fordítva nyertek. A lányok számára élvezetes volt a verseny hétvége. Úgy éreztem, hogy nagyon jól volt megrendezve, és köszönjük is a lehetőséget, hogy tudtunk játszani. Én nagyon élveztem az itteni játékot, hiszen tudtunk egy-két meccs között még egy éges kávét is inni, hogy volt, vagy fürödni is egyet, hogy lehűtsük magunkat, úgyhogy én nagyon élveztem az egész hétvégét. A szövetség örömmel tapasztalja, hogy a terem röplabdában komoly játékerőt képviselő sportolók közül egyre többen kapnak kedvet a nyári strandversenyekhez. Az MKB Pannonia strandröplabda magyar bajnokság 4 fordulós, Tata után a második verseny hétvégének adhatott otthon Gyenes Diás. A mesterverseny mellett A és B kategóriás, illetve az utánpótlás korosztályoknak is rendeztek viadalokat a hétvégén. Nagyon jó klímájú pályák vannak, nagyon szeretjük ezt a strandot, szeretünk ide visszajárni, nagyon örültem, amikor bekerült a verseny naptárba ez a helyszín. A döntőt Lupán rendezik augusztus 13-a és 16-a között. Gyönyörű helyszínen igazi nyári idő várta a Mapei Edur és családi terep futónapra érkezőket. Az idén 20 éves Lázár Lovaspark nagyon jó házigazdája volt a rendezvénynek. Gyönyörű helyszínen igazi nyári idő várta a Mapei Edur és családi terep futónapra érkezőket. Az idén 20 éves Lázár Lovaspark nagyon jó házigazdája volt a rendezvénynek. Azt gondolom, hogy nagyon népszerű lett a rendezvény így elsőre. Ugye 500 főre számíthattunk maximum, így hirdettük meg a rendezvényt is. Azt gondolom, hogy ezt kimaxoltuk. Több mint 350 futónk volt, és a többiek pedig kísérők. Úgyhogy Mapei Edur és családi terep futónap, úgy gondolom, hogy a családi és a terep futó részt is kimaxolta. Domonyvölgybe a Mapei Kft. A versenyhez kapcsolódva rendezte meg a Mapei Burkolói Családi Napot. Ennek van egy küldetése, ami a fenntartható fejlődések a támogatására szól, és ugye a termékeinkkel és a megoldásunkkal, első végleges építés megoldásunkkal támogatjuk az építőket, építkezőket, meg minden embert, ugye minden ember valahol lakik. És ugye a fenntartható fejlődés, az sokszor mondják, hogy az a környezetvédelem, meg a hú, meg a levegő, széndioxid, de a fenntartható fejlődés az legfontosabb része az ember. Hiszen az embernél kezdődik a fenntartható fejlődés, és az embernél hogy kezdődik? Az egészség. Ha nincs egészség, akkor az ember nem sokáig van. És a sport egyel az egészséggel. Ez a típusú sport, ahol most is vagyunk, nem az élsportról beszélek. Az élsport, én 35 évig élsportban röplabdáztam, az nem az egészségről szól. De a tömegsport, mint ez a futás is, az arról szól, és ezért támogatunk nagyon sok futóversenyt, bringaversenyt, mert azt akarjuk, hogy az emberek minél inkább kezdjenek el egészségesen egy kajával élni, és mozogni, amennyit ő bír, amit a szervezete enged, amit úgy érzi, hogy na, ezek jól esik. És ezért vagyunk mind legtöbb sporteseményen ott egyébként. A futóversenytől, az ovisoktól a szépkorúakig, 500 métertől a 12 000-ig mindenki megtalálta számára az ideális távot. Az 1 kilométeres távon indultam, nagyon jó volt, hajtós, és az eredményeknél is jó lettem, szóval büszke vagyok magamra. Szerintem megtettem a maximumot magamnak, és futottam, csináltam azt, amit megtanultam otthon. Hát voltam tavaly még, szerintem ennél kevesebbet futottam, úgy 500 métert, és az nem volt annyira fárasztó, mint ez. A futamok között gyógytornászok, edzők és jógaoktatók is adtak tanácsot a sportot kedvelő vendégeknek és versenyzőknek. Nagyon népszerűnek bizonyult a Fuss gyorsabban egy lónál játék. A kisebbeket póni lovaglással, tájfutójátékkal, kerékpáros vetélkedővel, arcfestéssel és még számos programmal várták. A legnehezebb távra vállalkozók közösen vágtak neki a 12 kilométeres távnak. Ezen a távon két frissítő állomás állt rendelkezésre, ahol vizet, illetve szőlőcukrot biztosítottak a szervezők. Hát természetesen a leghosszabbat választottam, a 12-t, ami olyan, én maratont, félmaratont futok. A 12, úgy hangzik, hát ez egy olyan laza kis, nem, tehát ez nem egy laza kis futás, hiszen van egész év szint, 250 méter szint van a 12 kilométerben, és hát még most is komoly meleg. Nem tudom hány fok volt, de szerintem a 35 fok fölött volt a napon, meg 40 is.
És így a kettő együtt, a szint és a meleg, azért az erőt próbáló. Nagyon jól éreztem magam különben. Megizzadtam, tiszta vizőkben most is, pedig majd tudok egy órája. Jól éreztem magam, és látom, hogy mindenki élvezi ezt a futóversenyt. Beszélgettem futókkal, és mondták, hogy fú, hát itt a homok. Fú, az emelkedő, fú, a meleg, de nagyon jó volt. Tehát ez a lényeg, hogy élvezzük, együtt vagyunk, nagyon sok olyan ember van. Ugye, ráadásul ugye hívtuk a burkolókat, látom, hogy ők is nagyon szeretik. Gyerekek futnak, ugye kis, azt hiszem, 1 kilométert futottak a kis gyerekek, 2-t a kicsit nagyobbak. Beszélgetem gyerekekkel, imádják. Megéri csinálni. Én akkor érzem jól magam, hogyha látom az embereket, van, hogy boldogok, élvezik azt, amit csinálnak. Ez nincs jobb, és ez a környék, hát körülnézünk, azt meg gyönyörű. Mopej sportnagykövete is teljesítette a távot. Nem is akárhogy, hiszen másodikként ért célba. Már 17 éve csinálom, és édesapámnak köszönhetően elindított egy versenyen, ami nem az én távom volt, nem 100 méterre akart indítani, de a 3 kilométerre illatott be véletlen. És hát így beértem, és mondja édesapám, oké, másnap megyünk a Fradiba. Na jó, rendben, oké, menjünk. És akkor végül is ő indított el a pályámon. A pálya nagyon technikás volt, a bokáig érő homokig minden megtalálható volt. Sajnos az ellenfelem nagyon elment, a felfelékben nagyon el tudott menni. Aki ismer és ismer engem, az tudja, hogy a terep nem igazán az én versenyszámom, én inkább síkon vagyok jó, de úgy gondolom, hogy magamhoz képest nagyon jól tudtam menni. A rövidebb távra vállalkozók 6,5 kilométert teljesítettek. Én 6,5 kilométeren indultam, és ismerem a környéket azért már különböző sportteljesítmények miatt, de nagyon kemény az, hogy bárcsak egy dombságról beszélünk, de nagyon agresszív, sunyi emelkedők vannak, és főleg így nyáron 30x fokban azért azok embert próbálok, úgyhogy kifejezetten gratulálok a 12 kilométeres táv végrehajtóinak, mert nagy teljesítmény. 6,5 kilométeren indultam, és hát nagy kihívás volt. És hát folyamatosan ez a szó, hogy kitartás járt a fejembe, ami egyébként a munkánkban is nagyon fontos, és hát itt a versenyen anélkül nem is lehetett volna lefutni. Dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is részt vett a terepfutó versenyen. Itt vagyunk ugye a Lázár Lovasparkban, ahol a gyerekek számára rendkívül sok érdekesség van, nem csak a játszótér, nem csak a nagy mező szaladgálni, hanem bizony ugye itt a lovak és szamarak és egyéb szép állatok. Amellett pedig természetesen, ha szakmailag nézzük, akkor ugye a korcsoportok szerinti felosztás, motiváció, a kis díjak, oklevelek, különböző futamok, ugye óvis és iskolás, alsós-felsős futamok. Családok jöttek, a szülő is fut, a gyermek is fut a különböző távokon, úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell szólítani minél több társadalmi réteget a mozgáshoz. A csapatversenyen 4 fős csapatok indultak el a 2 kilométeres pályán, és a 4 csapattag együtt teljesíthette a távot. Ha Mopej, akkor megszokhattuk, a jótékonykodás sem maradhat el. Az adományokról szóló utalványt Csapó Beatrix, a Diverzitás Alapítvány elnöke vette át. Azt gondoljuk, hogy a sokszínűség, a diverzitás az a társadalomban is fontos, és a környezetvédelemben is, és ezzel mindenki csak nyerhet. Úgyhogy ez is egy nyerőpálya. Nyerhet a cég, mert kedvezményeket is kap, és egy vonzóbb munkahely lesz az emberek számára. Nyerhet az ország, mert olyan emberek tudnak dolgozni, akik egyébként meg járadékban segélyen élnének, és azt hiszem elsősorban azok az emberek nyerhetnek, akik a hátrányos helyzetűek maguk, mert úgy érezhetik, hogy ők is hasznos tagjai a társadalmunknak, és értéket tudnak teremteni. A futónap az eredményhirdetéssel zárul. A Hévízi tóban modellezte a tokiói körülményeket Rasovszky Kristóf nyíltvízi úszó, aki az olimpiára készült. A fiatal sportoló legalább heti egyszer megfordult a fürdővárosban, hiszen Tokióban is nagyjából erre a vízhőmérsékletre számíthat majd. Annyit kell csinálni, hogy enyhén kellene fokozódni az iramnak, amennyit most ebben az állapotban edzünk. A Hévízi tóban edz Rasovszky Kristóf, világ és Európa bajnok úszó, akit többek között 2018-ban az év magyar hosszú távúszójának és az év úszójának is választottak. A sportoló a tokiói olimpiára készül, az ottani körülményeket modellezi hetente egyszer a melegvízű tóban, a hajnali, nyitás előtti órákban. Tokióban erre a 30 fok körüli vízhőmérsékletre számítanunk, és elég meleg is lesz.
Úgyhogy ez egy olyan külső tényező, amire készülni kell, és nagyon sokat gondolkodtunk rá, hogy hogyan is fogjuk tudni ezt megoldani, hogy az utolsó egy-másfél-két hónapban azért erre tudjunk készülni, hiszen ez fizikálisan más, mint amikor a hideg vízbe kell bemenni, ahhoz hozzászokik az ember, aztán elkezdi termelni a hőt, de itt igazából nem tudja magát sehogy sem hűteni az ember, úgyhogy erre ténylegesen készülni kell. A 30 fok körüli vízhez és az egyre melegedő levegőhöz tehát nagy kihívás alkalmazkodni, de mint a fiatal úszó elmondta, pont ez a cél, hiszen ha ebben a környezetben bírja az iramot, úgy Tokióban már nem lehet gond, sem fizikailag, sem mentálisan. Az országos bajnokságot múlt hétvégén Kristóf megnyerte Szegeden, természetesen ez a siker is hajtja előre. Én úgy gondolom, hogy viszonylag egy jó úszást tudtam magaménak, nagyjából edzésből mentünk, az utolsó pár napban egy kicsit visszavettünk a méterszámból, de igazából nem sokat, úgyhogy nem igazán, nyilván nem csúcsformából mentünk, hiszen az EB után amúgy is az edzésé volt a főszerep, úgyhogy ténylegesen a cél az volt, hogy nyerni tudjak, és ez igazából sikerült is. A járványhelyzet időszaka az úszó felkészülését sem könnyítette meg, ennek ellenére mind ő, mind pedig sporttársai keményen tréningeznek. Olimpiai teljesítményével kapcsolatban azt mondja, reális célnak tartja az éremszerzést, ezért dolgoznak. Élményúszás a Balatonnál. Akár ezzel a szlogennel is lehetne fémjelezni az immár 5. alkalommal megrendezett kikötőúszást Balatonfenyvesen. A Balatoni Úszóiskola által életre hívott verseny része az 5 próba Tokióba elnevezésű szabadidősport sorozatnak is. A népszerű versenyre az ország minden részéről érkeztek sportolók, hogy a hullámbiztos kikötőben 2 órán keresztül gyűjtsék a kilométereket. A Buick kikötőúszás egyedülálló helyszínnel várja a versenyzőit, amely a Balaton legnagyobb vitorlás kikötőjében, Balatonfenyvesen foglal helyet. Igen, hál' Istennek az idő is mellettünk volt, nincs az a kimondottan kánikula, fújt egy kicsit a szél, de hát a kikötőbe a szél nekünk nem számít, egy csodálatosan szép napon vagyunk túl, ami a hangulat tükröz. Ennek a családias hangulat a célja, tehát egy ilyen rendezvényünkön azért 300 főnél többet nem engedünk be. Idén több mint 100-an álltak rajthoz, szeretnénk ezt a családias hangulatot megtartani. A síkvízi úszás résztvevői 2 órán keresztül gyűjthették a kilométereket. Egy kör ezúttal 500 méter volt, amely évről évre egyre több versenyzőt vonz a Balaton déli partjára. Én nagyon szeretünk úszni, nekem az a kedvencem egyébként, amúgy triatlonosok vagyunk mind a ketten, és ez nagyon jó felkészülés a versenyekre is, és nagyon jó a hangulat, sok-sok ismerőssel találkozunk, jól érezzük magunkat. Egy, 2, 4 és 6 kilométeres távok közül választhattak az úszók, akik 5 korosztályban mérhették meg felkészültségüket. Sokat edzettem, apa benevezett, és tök jó volt. Persze gyorsabban tud az ember, mint a hullámokon lovagol, de hát aki úszik, annak nem probléma ez a hullámzás, de ez így tökéletesen jól lehetett úszni. Nincs ilyen 12 perces, 13 perces köröket úsztam, úgyhogy ez teljesen jó. A családias hangulatú öbölúszás óriási népszerűségnek örvend a sportolók körében. Az első 150-et nagyon meg akartam nyomni, az nem jött össze. Utána a következő 400-al menni akartam a mezőnye, majd a végét mondom, hogy kicsit erősítek, de az a baj, nagyok a hullámok. De akkor jövőre már felkészültem, fogsz ide érni, és jövőre ugyanitt találkozunk. Abszolút. Ez volt az első versenyem. Szerintem ez nagyon, nagyon jó volt, másoknak is ajánlom, és nagyon szeretem a Balatont, és szeretek úszni is. Déli 12 órakor már az utolsó körüket teljesítették a próbázók. Ekkora már kiderült, hogy kinek mekkora távot sikerült maga mögött hagynia a fenyvesi kikötő vitorlás csodái között.
Úgy lehetett nevezni a mi versenyünkön, hogy egyszer lehetett nevezni arra, hogy milyen távon szeretné, hogy hirdessük a versenyzőt. Így ezáltal 1000, 2000, 4000 és 6000 méter, de ezen kívül, ha valaki tovább szeretett volna úszni, és olimpiai 5 próba pontokat szeretne gyűjteni, az tovább úszhat és gyűjtheti a pontokat. Itt igazából az a cél, hogy minél több érmet hozzunk ki, és minél több ember mosolyogva térjen haza. A balatoni hullámoktól védett helyszín, a kifogástalan időjárás és szervezés egy remek hangulatú úszópartit eredményezett Balatonfenyvesen. A Magyar Kajakkenu Szövetség negyedik alkalommal rendezte meg a Balaton átevezést. Ez évben több mint 4000-en vágtak neki a 8 kilométeres távnak Zamárdi és Tihany és vissza Zamárdi között. Reggel bizony még komoly hullámok korbácsolták a Balaton vizét, ezért a tervezettnél egy órával később indulhattak a vízijárművek az északi part felé. Kajak, kenu, száp, csónak és sárkányhajó. Szinte minden létező vízi alkalmatossággal vágtak neki a távnak a résztvevők. A kajakozás az elmúlt időszak, meg egyáltalán ez a supozás, kajakozás, kenuzás, tehát a vízi sportok, ez egy borzasztóan fontos terület. Én nagyon régóta vitorlázom, és hát azt kell mondjam, hogy a kajakozásban nem vagyok olyan nagyon régen benne, de azt gondolom, minden olyan tömegsport, ami ki tudja használni ezt a fantasztikus vizet, az jó. Tehát élvezzük ezt ki, és talán ez nincs eléggé kihangsúlyozva még mindig Magyarországon, a Balaton az a kajakozás mindig nem annyira elterjedt. Én azt gondolom, hogy ugyanakkor nem extrém drágák, bérelni lehet, stb. Tehát van egy csomó lehetőség arra, hogy ezt megfelelően kihasználjuk, és akkor miért ne? Úgyhogy, és ez egy csodálatos alkalom, hogy most ilyen óriási számban, egy ilyen csodálatos környezetben lehet próbára tenni magunkat, és az egészségünkért tenni. Az átevezés nem csupán a mozgás, a jókedv, de sokak számára egy kihívás teljesítését is jelenti. Izgalmas. Hullámok kicsit izgalmassá tették, de abszolút élmény volt minden szempontból. Munkahelyek, baráti társaságok, csapatépítés szempontjából ragadtak lapátot. Önkormányzati csapattal jöttünk, a kollégáimmal együtt dolgozunk a hét folyamán. Egy csapatépítő tréningre jöttünk, már immáron másodszor. A csodálatos panoráma magáért beszél. Van, aki számára ez nyújt igazi élményt. A rendezvény, a Balaton, a millió, meg együtt van a család, ez nagyon fontos, ez a legfontosabb. Számos profi sportoló is teljesítette a távot. Itt vannak most velünk azért olimpiai bajnokaink, Kovács Katalin, Storz Botond, Szabó Gabriella, itt van Tóth Dávid olimpiai ezüstérmes versenyzőnk, tehát sokan eljönnek azért a profik közül is, hogy jól érezzék magukat, de azért azt gondolom, hogy ez leginkább a szabadidős sportolóknak a nagy eseménye ma. Nagyon fontos, hogy mindenki csak mentőmellényben szállhat vízre, végig motorcsónakokkal és mentőegységekkel biztosítjuk a teljes távot, ugye vitorlás hajókon lehet frissítőket felvenni, úgyhogy a maximális biztonságra törekszünk. Úgyhogy mindig azt is szoktam mondani, hogy a víztől nem kell félni, csak tisztelni kell és be kell tartani a játékszabályokat, de én nagyon örülök annak, hogy senkit nem kell arra figyelmeztetnünk, hogy vegye fel a mentőmellényt. Ezt mindenki megteszi, és láthatólag is rendkívül jól és biztonságosan zajlik az egész verseny. Szerintem egy nagyon jó közösségi élmény is, nagyon sokan együtt eveznek, illetve a természet szépségét ténylegesen megélni, a vizeinket, vizeink tisztaságára figyeljünk oda a jövőben. Szerintem ezekről szól ez az átevezés. A szervezők célja elsősorban a vízisportok népszerűsítése volt. Ma tengeri kajakkal fogom átszelni keresztbe a Balaton, és egyáltalán nem vagyok megrémülve tőle, és nem nagyon kellett készülni rá szerencsére, úgyhogy alig várom, hogy vízre szássak. A leggyorsabbak egy órán belül célba értek, míg mások a lassúbb evezést választották. A Balaton átevezést egy szóval össze lehet foglalni, ez egy élmény, egy hatalmas élmény, kinek mi, kinek verseny, kinek közösségi élmény. A lényeg, hogy itt vagyunk együtt, és nekivágunk a nagy víznek. Idén 4350-en birkóztak meg a kánikulával és a Balaton hullámaival. Eközben az eredeti átevezés helyszínén Fonyódon bejelentették, hogy augusztusban ismét megrendezésre kerül a Fonyód-Badacsony-Fonyód Balaton átevezés.
Remélem, jól érezték magukat az elmúlt fél órában. Augusztusban ismét találkozunk, addig is mozgással teli napokat kívánok Önöknek. Viszontlátásra! A műsort és a sportot támogatta a MAPEI. Ezer év történelme köt össze minket, magyarokat. Augusztus 20-án, Szent István napján erre a közös múltra emlékezünk. Újra együtt. Isten éltessen Magyarország! Találkozzunk Budapesten és ünnepeljük közösen Szent István napját. A Kossuth téren tiszta vatás, szent jobb körmenet, este pedig fény és tűzijáték várja a látogatókat. Az ingyenes programsorozat részleteit keresse a Szent István nap 2021.hu oldalon.